Levelet írt Ferenc pápának a FAO főigazgatója, de hogy pontosan mit, azt mindjárt kiderítjük a következő percekben. Ezzel kapcsolatban itt is van velem a stúdióban Plantech Lea, a FAO szóvivője. Szervusz, köszöntek a stúdióban. Én is köszöntöm a nézőket. Miről szól a levél, amelyet Ferenc pápának üzent a FAO főigazgatója? Lehet, hogy előbb kontextusba helyezném, hogy miért történt ez, mert a levél nem előzmény nélküli. A március 22-én volt a vízvilágnapja, és a FAO ezt partnereivel együtt méltóképpen megünnepelte egy szakmai rendezvényen, és arra küldte üzenetét Ferenc pápa. Erre reagált most egyfajta gesztusként, és megerősítve a közös együttműködést a főigazgatónk, José Graciano da Silva. Ugye azt arról beszélt, vagy arról írt Ferenc pápának, hogy a bolygónk vízkészletének megóvását hangsúlyozta ő is, ahogy erről, hogy ezzel kapcsolatban Ferenc pápa is felszokott szólalni. Jelenleg mennyire rossz a helyzet a vízkészletekkel kapcsolatban globálisan? Nagyon sok számadatot lehetne hozni. Amit mi most így hangsúlyoztunk, vagy hát amit a főigazgató úr ebben a levélben hangsúlyozott, az az, hogy bolygónk lakosságának, ami ugye 7 milliárd fő, ebből 4 milliárdan voltak, akik a tavalyi év során legalább egy hónapig kénytelenek voltak szembesülni egy súlyos, aszályos, száraz időszakkal, ami egy nagyon-nagyon drámai szám, és mutatja azt, hogy nem csak maga a víz tisztasága, elérhetősége, hanem sokszor ilyen értelemben az elérhetősége, tehát nem ivóvízként, hanem akár gazdasági munkákra és egyéb igényekre már az is akadályoztatva van sokak számára. Hát ez a 4 milliárd azért ez egy nagyon nagy szám. Mégis hogyan tud az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete például ez ellen tenni, hogy azért ez a szám csökkenjen? Ahogy a példa is mutatja, együttműködünk a Vatikánnal többek között. Ferenc pápával nem ez az első felszólalása a víz vagy vízhez kapcsolódó emberi jogok, a halászat témában, illetve például egy aktuális, nagyon nagy projektünk az éppen arról szól, hogy Afrika nagyon száraz, asszályos övezeteiben, a Száhel övezetbe 1 millió vízgyűjtőt telepítsünk, hogy az esővizet össze tudják gyűjteni az ott élők, és ez biztosítsa az ivóvízellátásukat, amiért sokaknak, sokszor nőknek és gyerekeknek, tehát pont a gyengébbeknek és rászorulóknak kell órákat is sétálni. Ezek az esővízgyűjtő dolgoknak az elkészítése jelenleg hol tart, illetve elkezdődött már Afrikában? Egy-egy ilyen projekt az több évig tart, úgyhogy még az örömhírekről korai talán beszámolni, de szerencsénkre a főigazgató brazil származású, Brazíliában volt aktív korábban, és ő ott már látott, illetve részt vett egy olyan programban, ami az ott élőknek segített ilyen ciszternák, vízgyűjtők létesítésével. Az, hogy a pápa és a FAO együtt működik, az miben merül ki? Adja magát picit a maga a helyzet, hogy a FAO-nak Rómában van a székháza, és pont amennyire jól tudom a kollégáktól, Erdős Péter bíboros is szokott misézni Rómában, és pont egy olyan templomban, ami a székházhoz közel van, így néha kollégák is, külföldi kollégák is részt vesznek ezen. És tehát így van egy fizikai közelség, de sokkal erősebb a közös cél, amiért dolgoznak. Ugye a FAO-t azért hívták életre 1945-ben, hogy az éhezés ellen küzdjön, az éhezést megszüntesse. Ez azt gondolom egy nagyon alapvető keresztény érték is, hogy segítsünk a rászorulóknak, segítsünk a szegényeknek, az éhezőknek, nyújtsuk ki kezünket azoknak, akiknek erre szüksége van rá, a FAO pedig globálisan ezért dolgozik. Tehát ez talán az elsődleges közös pontunk, de emellett olyan fenntarthatósági, környezetvédelmi, klímaváltozással kapcsolatos ügyek is vannak, amiben a jelenlegi egyházfő nagyon aktív,
ugye, amire hivatkozott is a jelenlegi levélben Gracián úr, ez a Laudato Si, pápai enciklika 2015-ből. Abban is ugye már megnyilatkozik, hogy mennyire fontos Ferenc pápának az emberi és a természeti környezetnek és a gazdaságnak az egyensúlya. Nyilvánvalóan, vagy hát azt gondolom, hogy a környezeti változások ellen azért nagyon nem tudunk mit tenni, de nem is ez ellen, hanem azért, hogy tegyünk, hogy mégis egyre több embernek jusson ivóvíz. Ezen hogyan tudunk segíteni, akár személy szerint, például én? Takarékossággal elsődlegesen, ugye figyelemmel a vízkészletek iránt. Ennek van egy része, igen, hogy az ember nem pazarol. Az otthonában is igyekszik odafigyelni, hogy ne folyassa el a vizet, mert nekünk ez nagyon kényelmes, nagyon olcsó jön, sokszor ugye ez is probléma, most egy kicsit más témában, de az élelmiszerpazarlásnál is, amikor nagyon jó áron van valami, akkor az ember könnyebben pazarolja. Más részből meg figyelhetünk a tisztaságukra, akár otthonunkban például, hogy olyan olajat, ilyesmiket nem öntünk bele a vízhálózatba, ami ugye azt szennyezni, vagy kirándulva kint a természetben, szintén igyekszünk figyelni arra, hogy ne kerüljön szennyeződés a vizekbe. Egyébként Magyarország vízminősége, illetve vízmennyisége rendben van? Tehát magyar emberek számára? Én amennyire tudom, a magyar ivóvíz az nagyon jó minőségű, én magam is gyakorlatilag ivóvizet iszom, vagy hát a csapvizet iszom ivóvízként, úgyhogy én személy szerint nem tudok rá panaszkodni. Azt viszont már halljuk gyakran a hírekben, hogy a mezőgazdaságban egy nagyon súlyos, asszályos időszakot élünk. Lehet, hogy nem tűnik föl magunknak, bár sokan beszélnek arról, hogy nem igazán jön a csapadék annyira, amennyire kéne, így a hétköznapi ember is megérzi ezt, de a mezőgazdaság meg nagyon súlyosan, és hogyha most ebben a kritikus tavaszi időszakban nem érkezik meg az a csapadék mennyiség, ami már tavaly is alacsonyabb volt az ideálisnál, akkor tényleg ennek ugye hosszú hónapokig tartó következményei lehetnek. És hát azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen, tehát amíg a vízhiány elsősorban a mezőgazdaságot érinti, és mondjuk aki nem abban dolgozik, őt mondjuk alapvetően nem érinti, majd akkor fogja igazán átérezni, amikor például drágulnak az élelmiszerek, amiről egyébként majd fogunk beszélni még a délelőtt folyamán a Fruitweb-től fognak érkezni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy nyilvánvalóan az emberekben valahogy ezt mégis súlykolni kellene, hogy ne csak akkor foglalkozzunk a vízhiánnyal, amikor már ténylegesen a saját bőrünkön tapasztaljuk ennek a problémáit. Na de itt a levélben, visszatérve a levélre, még szó esik zárásként arról, hogy Ferenc pápával és a Vatikánnal való együttműködésről 2030-as fenntartható fejlődési ütemtervhez kapcsolódó ügyekben próbálnak majd nyilvánvalóan együttműködni a Vatikánnal és Ferenc pápával. Mit kell tudni a 2030-as fenntartható fejlődési ütemtervről? Erről van bármilyen információ, ami bennünket érint? Gyakorlatilag ez egy hatalmas, nagy nemzetközi összefogást akar. Nagyon sokan hallottunk már szerintem a milleniumi fejlesztési célokról, amik 2015-ig nézték ezt az időszakot, fogalmaztak meg különböző célokat, akár a szegénységhez kapcsolódóan, akár egyéb társadalmi, emberi jogi szinteket, amit az emberiségnek úgy éreztek, hogy meg kell lépnie. Ennek a folytatása ez a fenntartható fejlődési folyamat, amit 2030-ig, tehát 2015 és 2030 közötti időszakra terveznek. A párizsi 2015-ös párizsi klímakonferencián fogadták el az ennek alapját képező egyezményt, és a FAO több fenntartható fejlődési célhoz
kapcsolódik. Van olyan, amiért konkrétan felelős, ezért a szervezetnek felelőssége az és feladata az, hogy ezeken a téren, mint például az éhezés, a vidéki szegénység visszaszorítása, különböző természettel kapcsolatos mutatók, mint a vizek tisztaságának, az erdősítés mértékének javítása, hogy ezekért a nemzetközi összefogást kicsit koordinálja, elősegítse. Úgyhogy van egy ilyen globális része ennek, de alapvetően mind részei vagyunk. Az Európai Unió is egy része ennek a célkitűzésnek. Tehát ők is fontosnak érzik egy Európai Uniós szinten, tehát Magyarországnak is meg kell lépnie bizonyos kritériumokat, akár mondjuk a megújuló energiák használatával kapcsolatban, illetve egyéb dolgokkal, amikről úgy hallunk, de talán nem tudjuk, hogy ez pontosan ide csatornázódik be, pedig gyakorlatilag minden a végén 2030-ban ebbe a nagy kalapba kerül. Egyébként mennyire lehet ezeket a pontokat foganatosítani? Itt arra gondolok, hogy például, ugye, ahogy te is mondtad, 2015-ben fogadták el a Párizsi konferencián a Párizsi klímaegyezményt, hogyha jól tudom. De például azért itt csatolódik, vagy csatlakozik ehhez, hogy Donald Trump, illetve vele együtt az Egyesült Államok már kilépett, vagy legalábbis ezzel fenyegetett a kilépés, az nem tudom, hogy megtörtént-e pontosan. De például nemrég Áder János arról beszélt az ENSZ gyűlésén, hogy tulajdonképpen bajban van maga az egész klímaegyezmény. Tehát, hogy van egy egyezmény, de ezek ezen felül, ezek meg is valósulnak, amik ott le vannak írva, vagy hogyan lehetne ezeket valóban tulajdonképpen az, hogy megvalósuljanak akár hazánkban, de most inkább a magára globálisan tekintve. Ebben az egyezményben 16 fenntartható fejlődési célt fogadtak el, illetve plusz egyet, ami meg a partnerségekről szólt, tehát gyakorlatilag a megvalósítás módjáról. Ezen a 16 célon belül 100, több mint 170 al cél van, és rengeteg indikátor, tehát ez egy nagyon-nagyon komplex mátrix. Nincs rá garancia, hogy mind a 170 indikátorban előrelépést fogunk elérni, mert ahogy ezt így az egyezmény elfogadásakor is elhatározták a szerződő felek, ez nem egy fölülről irányított folyamat lesz, tehát ezért az országok felelnek, ezért mi felelünk. Nem fogják a nemzetközi szervezetek helyettünk elvégezni a házi feladatot. Tehát, hogyha egyes országok úgy döntenek, hogy nem érzik magukénak, az valahol bele volt kódolva a rendszerbe. Ugye vannak, az Egyesült Államok azért világpolitikailag és akár mondjuk ökológiai lábnyomát tekintve is egy nagyon nagy szereplő, de ott is lehetnek politikai változások, amik még 2030-ig azért segítenek, hogy ez az egyezmény egy nagy lökést kapjon. Illetve azért ki tudja még ott még inkább most ez a felépülés útján vagyunk, vagy ezek az első lépésekben, amikor még úgy az országok keresik a helyüket, hogy mi az, ahol nekik lényeges hozzájárulásuk van ezekhez a nagy célokhoz. Valószínűleg az utolsó, tehát a következő évtized lesz az, ahol ténylegesen nagyobb lépések fognak történni. Az lesz talán a megvalósítási évtizede ilyen szempontból. Legyen így. Köszönöm, hogy itt voltál ma velünk. Én is köszönöm a lehetőséget.